Jó napot kívánok! Önök a 9.tv rendőrségi rovatát látják. Budapest 9. kerületében évente 60-70 személy eltűnését jelentik be. A gyermekkori eltűnések száma ennek 5%-a. A fiatalkorúak teszik ki a legnagyobb számot. Évente több mint 30 fiatal tűnik el Ferencvárosban. A gyermekkorú személyek eltűnése közigazgatási értelemben véve nem tekinthető eltűnésnek, mivel a gyermek nem tűnik el, csak nem jelentkezik időben a szülőnél. Nem jelzi szülei felé hollétét, mivel nem érzékeli távollétének érzelmi súlyát. Nem tudja felfogni, hogy ilyenkor egy szülő mit érez, mit tesz, ha gyermekéről nem tud, illetve nem hall semmit. Ferencvárosban nincsenek nevelőintézetek, így a legtöbb eltűnést otthonról, családból jelentik be. A szökés az az eset, amikor egy gyerek a számára kijelölt helyről engedély nélkül távozik. Az eltűnés, és nagyjából lehet tudni, hogy hol van, tehát elkezdjük köröztetni, és akkor meg fogjuk előbb-utóbb találni. Az eltűnések legfőbb oka lehet a családon belüli erőszak, a szigorú szülők vagy a szeretet hiánya. Ezek a gyerekek nagyon komoly, hogy mondjam, bizalomvesztésben vannak a felnőtt társadalommal szemben. Ha én szülőként olyasmibe akarok beleszólni, ami a gyerek önálló döntését vagy érzelmét érinti, akkor ott nagyon megfontoltan kell eljárni. De ha én köztem és a gyerekem között nincs egy bizalmi viszony, akkor tök mindegy, hogy mit mondok, mert lehet, hogy nem fog elszökni, de nem fog otthon semmit se teljesíteni. Azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy legyen komoly bizalommal a saját gyereke iránt. Anyuval jó a kapcsolatom, nem bánt, csak amikor iszik. Azt nagyon nem szeretem, mert akkor nagyon sokat veszekedünk, belém köt, és szokott bántani, megpofoz, és kiabál, megijeszt. Amennyiben a gyermek eltűnése, a családon belüli konfliktusra vezethető vissza, úgy az eljáróhatóság haladéktalanul értesíti a területileg illetékes gyermekvédelmi szervet. Ha egyest kaptam, azért kikaptam. Le kellett hajolni, bokámat megfogni, így kaptam ki papucssal, vagy bottal. Egy iskola még a legrosszabb esetben is mondjuk minimum 4 évig foglalkozik egy gyerekkel. És a gyerek magatartásában, teljesítményében bekövetkező változás az mindig intőjel. A fiatalok statisztikáját főleg a szerelmi problémák adják. A szülő nem ért egyet gyermeke döntésével, így eltiltja szerelmétől, illetve baráti körétől. Az ilyen jellegű szülői tiltás gyakran szökést generál. A fiatalkorúak eltűnése esetén megfigyelhető, hogy a gyermek vagy csonka családban nevelkedik, vagy a szülők egyéb okokból nem fordítanak kellő és elegendő figyelmet gyermekük nevelésére. A gyermek eltűnésekor elsődlegesen a szülőnek kell ellenőrizni először gyermekét. Tájékozódni kell barátoknál, rokonoknál, családtagoknál. És amennyiben ez sem vezet eredményhez, akkor kell értesíteni a kerületi rendőrkapitányságot. Ha a gyermek 9. kerületben él, és sem családja, sem barátai nem tudnak hollétéről, abban az esetben kell bejelenteni a kerületi kapitányságon. Fontos, hogy a rendőrséget tájékoztatni kell a megfelelő információkkal is, mint például milyen ruházat volt rajta az eltűnésekor, és hozzanak magukkal fotókat is. A megfelelő információk tudatában a nyomozó megteszi az eltűnt felkutatása érdekében az elsődleges intézkedéseket. Az ellenőrzések általában eredményre vezetnek. Az eltűnt kiskorú még aznap vagy másnap előkerül. Megtalálásuk általában rokonoknál, barátoknál történik. A fiatalkorú eltűntek néhány napon, de általában egy hónapon belül előkerülnek. A 9. kerületi kapitányságon nincs olyan 14 és 18 év közötti fiatalkorú, aki egy hónapon belül ne került volna elő. Minden felnőtt volt egyszer gyerek, és felnő majd az új gyereksereg. Többet, és jobban törődjetek velünk, mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk.